Mindenki készen áll, úgyhogy megy a berakás. Itt van. Nagyon szépen stunolnak. Egy bolond csapda. De jó DPS-e van ennek a Yantörnek, én is őt szeretném tanknak ide, Sanguine Adepts-be. Olyan jól tankol, hogy az első DPS. Oha. Már nem vagyok első. Nem lehet stunolni. Ez szomorú. Nem jön? Ezt ki fogja megölni? Bolster az jól felsztekkelt rajta. Hoppá. Ezen ez a bolster meg fog minket szivatni. A másik az micsoda? 20% alatt elrage-elnek a mobok? Vagy mi van pontosan, skacok? Mi a másik? Izé. Mondjátok már. Lootoltam volna az enemit. Nem engedte a játék. Ha meghalnak, de az a, azt már mondtam, az a bolster. Igen. Mi a másik? Tiranni kell, vagy valami ilyesmi van, nem? Igen, tiranni kell. Jaj, egy kírja is. A bossoknak 40%-kal több HP-juk van, és többet is debizsálnak. Ez itt vicces lesz. Ez itt nagyon vicces lesz. Ja. Nem a bolster az, akkor rosszat mondtam. Én a másikra voltam kíváncsi, aminek nem tudtam a nevét. De köszi szépen. Lehet hülyeséget mondtam. Ma pont nem tudtam elnyomni a
az utolsó. Egyet benyúltam. Ó, szépen megszakították a skacok. Nagyon szépen kihílel a druida. Már szerintem itt megöljük. Jön lefelé a Horizon? Nice. A jó szórakozás majd hozzá, Pocó. Nagyon kíváncsi vagyok ennek, hogy így milyenre sikeredett az optimalizálás, mert nem sok jót hallottam róla egyébként annak, amikor megjelent. Tehát azóta már simán lehet más helyzet. Minek nyomtam el a szárnyakat ide? Ops. Annak a izé, druidának van valami menő addonja, kiírta, hogy ki mit elő. Ki mitől hitelődött meg, amitől egyébként nem kellett volna. Amúgy ezt az overseert kéne, nem? Lehet őt stunolni? Nem. Jó. Amúgy eddig nagyon jól haladunk, skacok. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Ez normális? Ezt hogy kell elképzelni, srácok, szerintetek? Mindenféleképpen érdekes. Egy kicsit befostam. Steam-es értékelések eléggé pozitíva. Hát akkor reméljük, hogy nincs vele komolyabb probléma. Tényleg. Szerintem nagyon jól haladunk. Bár nem tudom pontosan mire való az, amit kinyitott a srác. Tapott egy szalvát már a DH-nk, ha így behúzott minden. Amúgy, srácok, még most is él a dolog, hogyha szerintetek valamit rosszul csinálok, nyugodtan javítsatok ki. The prisoner is down below.
Zrali, one of the Naru who invaded the Ember Ward. The others presumed its slave. Denathrius has been draining its light to wield against his foes. We will wield it against him instead. Na, nyomtam át CD-ket. Mármint a szárnyakat. Töké a droidánál most nem kell annyira hílálnom magam. Nagyon jól megoldja a hotokkal. Your kind are so fascinating, with so many secrets to uncover. The light will prevail. Tudom ezt ide hátra kell lehúzni, de ide húzom. Ah, so you do feel pain. How intriguing. Jöjj be, lehet jönni? Persze. Mi vagy? Mit tudsz? És milyen item level. Szóval érted? De önéletrajz nem kell, szerencsére. Hát nem húzzuk be a többieket. És itt hátrébb húzzam. Hátrébb húzom én. De szerintem meg tudunk birkózni. Para. Vala híle 2013-as? Hát a gondolod? Nem tudom milyen kulcsom lesz. Vagy nem tudom mire lenne érdemes menni. Ezután. Ez egyelőre most a saját kulcsom, amit így gondoltam lenyomok így. Hogy így meglegyen a bemelegítés, meg hogy legyen egyáltalán egy Mythic Dungeon-em erre a hétre. De aki szeretne egyébként jönni, nyugodtan szóljon, aztán meglátjuk. Let us begin. You will confess one way or another. Ott a manifestáció. Jó, megyünk egy kicsit hátrébb. ...40% HP, szerintem nagyon jól haladunk. Talában is nagyon jól zongorázok itt a billentyűzetem. Tök jó. Jók voltunk szerintem. A DH-nak a damage-ét egy kicsit keveslem. Ezt már a srácok elintézik, úgyhogy megyek a kövére.
Micsoda? Lenzse, te is fobozol, mi a fene? Ezt nem gondoltam volna. How dare you interrupt my research? Én mindig defenzív vagyok. My patience is wearing thin. Overall, sebzé szoktál nézni? Even here. Beware. Én meg vagyok elégedve amúgy mindenkivel, csak néha kekeckedek ennyi. De úgyis elmondjátok általában, hogy mi a baj, vagy ki nem jó, vagy mi nem jó, vagy hogy lehetnék jobb. Au. There is nothing I can learn from you. Itt már... My patience is wearing thin. Hoppá. It shines. Egy. Even here. Kettő, három. Beware. Aha, elnyomtam a CD-t. Ez az Iron Spikes, ez brutális, amit nyom. Ilyenkor. Lesz még egy ilyen, arra van egy CD-m. A mágus amúgy rohadtó döntés volt. Hoppá. Jó, hát ez most már meg lesz. Bár az 5 perces CD-t nem biztos, hogy most kellett volna a végén elnyomni. Hát ez meglepett, a lényeg. Ide lett volna jó az 5 perces CD. Azt a rohadt. Szerintem jól kitett magáért a healerünk. Szerintem teljesen okésak a srácok. Amúgy most nagyon élvezem a palatankot. Így egyelőre tök jól tudok teljesíteni. Ezért. Én nyomtam Monk Heal-t. Meg tankot is. De már nem emlékszem, hogy milyen volt. Azt hiszem ez a 5 stacknyi, vagy nem tudom hány stacknyi bolster, ez nem volt egészséges rajtuk. Megyünk tovább. That prisoner belongs to the master. You will not take it. Hmm.
Igen, próbálom amúgy jobban figyelni a csetet, nyugodtan szóljatok, vagy tegeljetek meg, hogyha valami izgiről érdekesről lemaradtam. Hát a Hunterünk nem nagyon akar beleállni itt a dolgokba. Szeret kimaradni. Nem tudom, mennyire teljesített jól a csapatom, srácok, Terpia, de én úgy gondolom, hogy jó embereket sikerült kifognom, mert nem haltunk meg, nem elégedetlenkednek. Surrender the prisoner. Mindenki bent van. Melyik 7%? Csak 2%. Tehát kicsit késő ment ki. Aqua és melyik Realm? Plusz 2-es upgrade? Mi a fene? Go mortals! I will hold her off! Plusz 2-es upgrade? Beszarás. Milyen leather cucc? Ügyesek voltak a srácok, de mondom, az a
Az a DH nem teljesített valami szuperül. Véleményem szerint. Na lett egy plusz 8-as The Other Side-unk. Na mit tud? Plusz 8-as Other Side. Aha, Blightot okoz az enemy. Na. Opa, hát túl gyorsan kiléptek. Én meg itt szotyisztam. Na. Hát nem tudom. The Other Side necrotic az így mennyire lesz jó. Azt mondja. Inv. Aqua. Ragnaros. És lebekkelünk. Hát ennek nagyon örülök amúgy, srácok. Jól hangzik Avenger a Brainmaster. Lehet, hogy nem sikerült beinválnom Aquát. Target is unfriendly. Csak nem hordás vagy, Tomahawk. Csak nem hordás. Wow! Ez egy rohadt jó rám volt. Ott van. 24 perces. Elképesztő. Zsírs, kacok. Zsír.